A Szegeden tanuló vajdasági egyetemistákat kívánta megszólítani a VMDK Csonka Áron lista. Meg fogunk mindent tenni azért, hogy a diplomahonosítás kérdését megfelelő úton rendezzük, és eltöröljük a diplomahonosítás után járó pénzeszközök, tehát a költségtérítésnél megjelentkező diszkriminációt. Ez volt a fő motivum, hogy eljöjjünk, hiszen a kettős állampolgárság megadásával is most már nincsen külön-külön magyar ügy, hanem egy magyar ügy van, és ezzel is jelezni szeretnénk, hogy oda-vissza működnek ezek a kapcsolatok. Sok vajdasági magyar települt át Magyarországra az elmúlt időszakban. Számukra szerveztek programbemutatót Szegeden. Mi szerényebbek vagyunk, szegényebbek vagyunk, és a saját eszközeinken próbálunk megutazni. Ez egy kis szervezet, de éppen azért, mert igyekezett végig becsületesen politizálni, azt gondolom, hogy ezért maradhatott fönn. Legtovább is végül is 25 éve már létezik. A VMDK szegedi tagozata civil egyesületként működik, 1992-ben alakult. A szervezet több mint 100 tagot számlál. Könyveket mutatunk be, délvidéki jellegű, délvidéki írók könyveit, tehát valami közel mindegyik rendezvénynek van a vajdasághoz. Tehát ebbe belefér táncbemutató, zenei bemutató, kiállítások szervezése, baráti esték szervezése, bálak szervezése, sőt még kirándulások szervezése is. Pont most válasz utat, így hangzik a VMDK Csonka Áron választási lista szlogenje. Megmaradás, szabad magyar sajtó, társadalmi egyensúly. Többek között ezeket tűzték ki célul a VMDK Csonka Áron lista jelöltjei. 2000.